testvéreim. Azért gyűltünk ma itt össze, hogy méltó búcsút vegyünk a CMT a V3 valamikori illegáljától. Az előttünk látható sírban a valamikori illegál nyugszik. Az a maradék körülbelül 20 aktív illegálos ott áll, siratja, talán próbálja feltámasztani, miközben a vezetőség kétségbe esetten próbálja kihantolni az egykori illegált. A civilek azt se tudják, milyen temetésen vannak. A legtöbben azt se tudják, hogy valakinek a temetése van éppen. A rendvédelem pedig csárdást jár a síron. Miközben azon gondolkodtam, hogy érdemes erről beszélni, vagy hogy érdemes erről egyáltalán videót készíteni, vagy elég, hogyha néha live-ban megemlítte, közben egyre rosszabb lett a helyzet. Most a V4 előtt ott tartunk, hogy tényleg egyszerűen nem létezik ilyen, hogy illegál. És hogyha V4-ben nem jön valami olyan változtatás, ami fellendíti az egészet, akkor CMT a V3-on nem lesz ember, aki illegált akar erpézni. De miért választja valaki az illegált? Hát alapvetően azért, mert a világ legjobb filmjei, konkrétan ott van a kereszt a P 2, amíg a világ legjobb filmjei az IMDb szerint is, tehát így a földbolygó szerint is, tehát ezt nem én találom ki, azok egy olyan világot mutatnak be, ami a legtöbb ember számára elképzelhetetlen. És az igazság az, hogy szeretjük nézni ezeket az embereket, főleg kiváló színészek játszanak, kiváló történetek vannak, nagyon jó életutak vannak, és hát nyilván, aki az illegált választja, az nem kis mértékben az miatt választja, mert látta ezeket a szuper produkciókat, és valami ilyesmit szeretne a szerveren is csinálni. Ugye ilyen például, hogy gyors pénzszerzés, nyilván a rizikó az megvan benne, és elég nagy is a rizikó, viszont tagadhatatlan, hogy sokkal több pénzt lehet keresni, mint hogyha mondjuk elmennél egy gyárba dolgozni, vagy mondjuk buszhozni. A tisztelet, ami főleg abból adódik, hogy félnek tőled, mert nem tudják, mi a következő lépésed. Lehet, hogy kivégzed, lehet, hogy a családjával végzel, de az is lehet, hogy csak agyonvered. Persze nem kötelességed, viszont nyilván ez valamilyen szinten hozzátartozik az illegális személyhez, a személyi kultuszához. Illetve hát az RP, mint például ugye a hagyományok. Vannak, akik kedvelik a különböző banda hagyományokat, ugye a hierarchiákat, vagy esetleg a maffia hagyományokat, és esetleg ezt szeretnék a szerveren is eljátszani. Nyilván ezek mellett, aki az illegál frakcióba megy, az szeretne, ha nem is többet, vagy sokkal többet keresni, mint, a, mint, mondjuk egy autószerelő, de közel azonos szinten lenni. Tehát lehetőleg kevesebbet ne keressen, mint mondjuk egy autószerelő, mert inkább akkor miért nem megy autószerelőnek. Persze lehet azt mondani, hogy azért nem, merő ő inkább rp szeretne, ugyanis szerelőben nem sok RP van, viszont ahhoz, hogy rp ahhoz azért valamiféle alapfeltétel kell, gondolok itt erre például, hogy legyen egy közösség, mert hogyha önmagába erpézik, annak túl sok értelme nincsen, és az ember is nagyon hamar meg fogja unni azt, amit éppen csinál. Ezért fontosak a frakció. Épp ezért egy illegális frakciónak kötelessége erpés körülményeket teremteni. Étterem, buli, túra, grillezés, házi buli, akármi. Illetve amit még az illegál csinál a szervere, és amit számomra érthetetlen, Oknál fogva, a vezetőség nem kimondottan szeret, viszont egyszerűen kötelező az illegálnak csinálni, mert meg kell érteni, hogy ez hozzá tartozik, az pedig a klub RP. Az egészet úgy kell elképzelni, mint egy színdarabot. Minden azért van, hogy az RP működjön. Azért van táncos lány, hogy tudj vele rp -zni. Azért van pultos, hogy tudj vele rp -zni. Azért van kidobó. Azért van zene, azért van DJ. Minden azért van. Azért rp az árak a pultos lerpéző megcsinálja a koktélt, nem csak rád a itemet. Szóval egy színház maradjunk ennyiben. És a színészeket meg kell fizetni. Ami sajnos egyre több pénzbe kerül, ugyanis most már egy táncos lány akár 100 000 dollárt elkér azért, hogy ott egy animottoljon toljon egész este a színpadon. De jó, mondjuk azt, ez a vele járója, ez az infláció, nyilván itt mondja a vezetőség, hogy a playerek miatt van, egyébként kurvára nem a playerek miatt van, hanem alapvető közgazdaság, pedig közöm nincs a közgazdasághoz, de ezt mindenki tudja, hogyha minél több pénzt viszel be a rendszerbe, annál magasabbak lesznek az árak. Ezért nem akar például jelenleg az inflációs helyzetben senki fizetést emelni, mert akkor még nagyobb infláció lesz. De most mindegy, ne erről beszéljünk, nem akarok ennyire elmenni. Szóval ezt az egészet egy csomagba ezt szeretné az az ember, aki az illegál frakciót választja. És kurvára nem ezt kapja. Gyors pénzszerzés. Hát csóróbb leszel, mint mikor bementél a frakcióba. Tisztelet. Mi is oda? A civil. Azt se tudja, hogy létezel. Nem is érdekled. Tehát, hogy ha nem kereskedsz vele, akkor tulajdonképpen nem is találkoztok, így igazából nem is létezel, úgyhogy igazából nem is fontos erről beszélni persze most van ez a detektoros dolog, ugye itt el lehet rabolni, hát akkor meg Tehát, hogy vagy nem tudják, hogy létez vagy nem érdekli őket, vagy utána. rendvédelem az nyilván gyűlöl, tehát, hogy... De nem azért gyűlöl, tehát te gyűlölöd őt, tehát kezdjük ott, hogy egy valamire való illegális, az gyűlöli a rendvédelem. Te egyébként rohadtul nincs így, csak ez, a, csak ez egy ilyen sztereotípia, tudjátok. Tehát a rendvédelemmel mindig gondok lesznek OC szinten is. Ilyen, hogy félni tőled a karakterettől, tehát a, most egy olyan embertől várjuk el, hogy, hogy, karakterbe gondolkodjon, aki hallásból sem ismeri azt, hogy karakter RP. És ezt nem rossz indulatban mondom, erről nem ők tehetnek, erről nem az illegál tehet, nem a vezetőség tehet, erről senki nem tehet, egyszerűen ez így épült ki. A legnagyobb streamerek egész stream alatt egy mit nem írnak le, és nyilván erre van igény, ez így alakult ki, tehát az, hogy ha, ha naponta meghalsz egy akcióban, azt ne nevezzük karakter RP-nek. A karakter RP az egy teljesen más dolog. Tehát ezt ne keverjük össze. Szóval az egyetlen dolog, ami marad, az a hagyomány, illetve hát a baráti társaság. Tehát ott vannak a haverjaid, velük elerpészgetsz, nagyon-nagyon ritka eset, hogy jön egy olyan ember, aki érti is a dolgát, és vele tök jó tudtok erpézni, esetleg egy olyan civillel, egy olyan rendvédelmibe botlotok, akinek aki látott már közelről, szerepjátékos. Egyébként off topic, az utóbbi időben nagyon sokat erpésztem rendvédelemmel, és egyébként rohadt sokat fejlődtek, tehát biztos vagyok benne, hogy volt valami tréning, vagy nem tudom, hogy pontot írnak, nagybetűvel kezdik, szép míket írnak. Nem mondom, hogy karakter, tehát a karakter az nem az, tehát azt szögezzük le. Az alter ego az az, amikor már nagyon jól tudsz szerpézni, tehát kiválóan használod a mít, a dút, nagyon jól használod az egészet, pontosan nagyon fasza, nem te vagy, nem magadat játszol, tehát nem a saját neveden regisztrálsz, mert egyébként az a az szerintem mindennek az a hogy vagy a vezeték neve, tehát ismerek egy-két ember, de mindegy. Viszont a karakter RP az nem csak ez, a karakter RP az ennél sokkal több, tehát karakter RP, egy karakter, az beletartozik ebbe a világba. Aki jelenleg illegálban van, azért van bent, mert haverom, líder, meg meg kurva sok pénzem van, ennyi. Tehát, hogy illegálban, srácok, illegálba száz misi alatt nem tudsz semmit csinálni, nem érdemes egyszerűen, nem tudsz. Nem tudsz egy karaktert alakítani, mert pénz kell hozzá, és nem fogsz pénzt keresni. Micsoda? Nem fogsz pénzt keresni? Ez egy olyan tabu téma, amiről valamiért senki nem beszél. Ez egy alap dolog lenne, hogy, hogy, hogy elmész szerelőbe, pénzt keresel. Még rendőrségbe is pénzt keresel. Értem, hogy nem sokat, de keresel. Illegálban mit keresel? Tehát, hogy Ládákat. Na abban meg főleg nem menjünk bele. A tulajdonképpen az illegálnak jelenleg nincsen használható skriptje. De vegyük sorba. ATM fúrás. Meghalsz. Vagy meghal valaki. Tehát hogy ez egy pénzautomata. Egy, egy pénzautomata. Miért kell ahhoz pár ezer dollárról beszélünk a valóságban? Jó, itt van benne 40 ezer. Úristen. Szóval impasszív. Jó, nyilván meg lehet csinálni. Egyébként teljes illegál elfogadta, hogy ez egy fán. Ezért is nem akarjuk, hogy módosítsák, ez megmarad DM-nek. Mása nem való, ez van. Bankrablás. Kell róla beszélni. Az a baj, hogy a ATM is és a bankrablás is két olyan skript, ami nem az illegálnak készült. És ezt csak az illegál látja valamiért. Ezek a skriptek a rendvédelemnek készültek azért, hogy a rendvédelem rendvédelemnek legyen akciója. Nem azért, hogy az illegál pénzt keressen, nem, nem. Az illegál, tudjátok, mivel kell, hogy pénzt keressen? Droggal és fegyverrel. Viszont itt is van egy probléma. Konkrétan az, hogy ez a két rendszer fel van cserélve. Ez hogy értem? Hát úgy értem, hogy a drogot azt az illegál veszi, mert neki kell a kevlár, fegyvert pedig a civilség veszi az illegáltól, holott rohadtul semmi szüksége rá, és pont, hogy nem kéne civilnek eladni. Tehát ez a két rendszer fel van cserélve. Tehát, hogy, mint mondtam, a civilnek minek fegyver? Oké, okay, egy koltot lehet, hogy vesz, hogy megvédje magát. De mi ellen védi meg magát, Tudjátok, mi ellen arc illegál ellen? Azért kell neki a kód, hogy az illegális karakteremmel, ha oda megyek, még annyira se érjek szart se, mint amúgy érnék. Hát, hogy hatalmas biznisz. 300 dollárért eladom a hitelességemet. Most minden illegálos döntse el, hogy melyiket választja: hitelességet vagy 300 dollárt. Mert kb. annyi egy kód. Emberrablás. Jó, nyilván emberrablás. Tegyük fel, hogy. Nem nokedlis egyébként az, de mondjuk, hogy nem. Elrablunk egy illetőt, mit vehetünk el tőle? 10.000 dollárt. Már ha van nála annyi. Persze most a detektorozás miatt azért nagyobb haszonra is szert lehet tenni. Viszont, hát igen, megint az a probléma, hogy igazából ez az emberrabló a emberrablós detektorozásnál, ez nem teljesen egy olyan dolog, amit egy magasabb rangú illegális ember csinálni szeretne. Nyilván egy kis piti banda megcsinálja. Ezzel semmi gondom nekem nincsen. De például, hogyha mondjuk van egy maffia, aki mondjuk elsősorban kábítószerkereskedelemből és annak a pénznek a tisztáramosásából él, vagy egy másik bűnszervezet, aki például a szakszervezetekből él, mint például egy olasz maffia, esetleg egy olyan bűnszervezet, aki usorakamatokat ad, vagy ha például prostitúció vagy egyéb tevékenységek. Ezek az emberek nem szívesen mennek el rabolni, mert mi dolguk van az erdőben? Semmi. Nekik a karakterünknek teljesen más kell. És a legtöbb frakció a szervere realitásba gondolkodik, ami egyébként nagyon jó, és remélem, hogy ez így is fog maradni. Ezért a rablás az megint csak egy ilyen mellékvágány, ez egy ilyen esti fán dolog. Tehát, hogy általában az esti órákban az unatkozó frakciótagok elmennek, egy-két ember kirabolnak, többször el sem semmit igazából, csak legyen valami, tehát hogy ennyi. Tehát végső soron marad a pépézés, jó nyilván bulival, le, keresünk pénzt bulival. Volt erre egy példaiként az NNI klub, azt hiszem az NNI csinálta, én ezt így hallottam, ha hülyeség, akkor írjátok le kommentbe, legalább lesz komment, de lent volt ott a gyár mellett a parton, na az nem buli szervezés, az egy szarság. Amikor elkérek egy olyan összeget, amit egy átlag player ki se tud fizetni. Illetve, mint mondtam, a bulinak a lényege nem a pénzkeresés, hanem egy közeg megteremtése. A buli az egy díszlet, egy RP díszlet. Ez például az én esetemben nem probléma. Nekem bőven van pénzem, évek óta megvan a 100 millió, a kamatokat nem sajnálom, nem egy spúr vagyok, aki árakja és azt mondja, hogy én felmegyek 200-ra, 300-ra, 400-ra, hanem amikor volt frakcióm, akkor én adtam a frakciótagoknak, mondtam, tessék, itt van egy misi 500 ezer, amennyi kell, csak ne menjetek el ilyen hülyeségeket csinálni, mint emberrablás, hanem erpézetek, Ott a pénz, erpézetek. Ha egy frakciólíder megteheti, akkor megveszi a frakció autókat. Nyilván egy illegál frakció, ezt is kevesen tudják, nem kap ingyen autót. Az összes rendvédelmi frakció kurvára ingyen kapja az autókat, de az illegál nem. Az illegálnak meg kell vásárolni azokat az autókat. Nyilván ebben az az előny, hogy azt az autót meg is tarthatod, ugyanis te vetted a playerektől. Nyilván itt közben jön az, hogy itt RP szerint nem a líder tulajdona az autó, hanem azért, akinek odaadom. Viszont annyira hülye nem vagyok, hogy ráírom, aztán két nap múlva kibannolják, vagy lelépjen az autómmal, ezért kap egy kulcsot hozzá. Viszont ez úgy van rp vagy az ő autója. Ezek után az autót lefoglalják, majd a líder, mivel az ő nevén van, és csak ő tudja kiváltani, mert a kiváltó rendszer egy rakásszal. Bemegyek, hogy jó napot szeretném ezt a kocsit kiváltani, pak, pattan a bilincs, 5 óra fegyhát. Ez egy rohadt nagy probléma, és ezért a líderek úgy döntöttek, hogy tudjátok mit, tényleg ez van, hogy én ülöm a jet olyan ér, amit el se követtem? Hát akkor semmi probléma, kiveszem az összes frakcióautót. Aztán vesz mindenki magának, amiből tud? Most kb. ez a jelenlegi helyzet. Tehát képzeljétek el, hogy ebben a helyzetben be akarok lépni egy frakcióba, úgyhogy most kezdtem el a szervert. Mit kapok? Hát semmit. Amin van, az is elmegy. Mert meg kell venni az alap dolgokat. Mindenki gyűlölni fog, de legalább illegálba vagyok. Ja, tehát ennyit tud nyújtani az illegál, hogy legalább illegálba vagy, tehát örül, hogy illegál scriptbe lehetsz. Ez egy teljesen jó dolog. Ez bár embernek elég. Nekem például bőven elég, illetve volt régen pár frakciótagom, akiknek ez bőven elég volt. Viszont ebből az következik, hogy a frakciótagok unatkozni fognak ha éppen nincsen valami nagy szabású RP. A frakciólídernek soha nem lesz pénze, mert minden kamatát elkölti a frakció tagjaira. És egy idő után a líder is be fog sokalni, mert én is besokaltam. Tehát álljunk már meg a menet, basszus, hogy mindent én fizetek. Tehát haló, lehet pépézni, lehet kereskedni, mit tudom én, valahonnan szerezzetek. Egy idő után mindenki besokal, amikor már 20. milliódat osztott szét a frakciótagok között, akkor már így elgondolkodik az ember, hogy talán ez nem egy járható út esetleg. És valamikor eljön az a pont, hogy a líder azt mondja, hogy elég. Nem adok senkinek. Oldjátok meg. És amikor ez a pont eljön, akkor vége a frakciónak. Onnantól már csak valami vicceskedés megy. Tehát egy hetes projektek, aztán utána egy hét múlva jön egy másik líder, aki megint csinál egy hetes projektet, aztán utána az előző két héttel ezelőtti líder visszajön, aki csinál egy két hetes projektet, az már hatalmasat fut. Több a komment arról, hogy csináljátok örökké, mint amennyi kép van. És évek óta ez meg cmta és senki nem csinál ez ellen semmit. Na de mennyi is az az annyi? gyors számolás szeretnék, nem akarom, hogy az egész videó erről szóljon, akár 47, jelenleg, amikor a videót készítem, kb. 250 ezer dollár. Colt kb. 300 ezer. Nagyon baráti ára. Leszögezném azt, hogy ez a kettő a legalapabb kiskaliber per nagykaliber, és nagyjából olyan dolgokat írtam össze ide árban, ami a rendvédelemnél is megtalálható. Na, szóval töltény, kell töltény? Most uh, colt egy 30-as bőven elég, az 72 ezer. Alkában azért egy 60 minimum, egyébként 120 alatt nem nagyon szokott senki elindulni, de mondjuk, hogy 60, mert ennyi volt, 144 ezer dollár. Aztán mondjuk azt, hogy széttört az autó, ugye nyilván gyorsábbba megyünk be, 60 ezer dollár a gyorsáv, tényleg, 60 ezer, tehát hogy ennyiből autót kapsz. A max börtöntiket, hogyha mondjuk elkapnak, akkor 150 ezer dollár, amiért ugye még 5 órát is ülsz, tehát 5 órát afkolsz, Azért, mert te illegál karaktert alakítasz. Vagy ahogy a rendvédelem mondja, te választottad az illegál életet. Hát persze, azért választottam, hogy ne legyen pénzem, hogy fizessek, nagyon sokat fizessek, és még szeretnék öt órákat ülni a jailbe. Tehát, hogy igen, egyébként az agyam az megkifolyt a fülemen még régen. Tehát, hogy azt a kocsit amúgy le is foglalták. Tehát ki kell váltani, ugye nyilván rendőrség foglalta le, mert ki más. 37.500 dollárt kell fizetned azért, hogy kiváltság. Aztán ugye nyilván ugye a kiváltás az nem úgy működik, nem úgy működik, hogy elképzeled, hanem úgy működik, hogy oda váltja ki a lefoglalt helyekhez, ahova megérkezik a parkfel, és már foglalja is le, tehát 5-10 percen belül már megint le van foglalva, így már a park által, tehát ismét 15 ezer a kiváltás. Hogyha csak ezt nézzük, ez egy akció. Egy olyan akció, ahol vittél kiskalibert, nagykalibert, lőszert, nem is sokat, nem is drágákat, mentél a kocsit, majd a kocsit azt nem is beszéltük. Tehát nyilván ebben a példában volt egy kocsit, de egyébként olyan egy átlagos, normális autó, mondjuk legyünk ilyen közép szinten, mondjuk, hogy BMW M5 t 60 12 misi, nagyon baráti áron, tényleg legbarátibb a izé élettársattól. Szóval, hogyha a kocsit nézzük, akkor olyan 13 millió dollárra jön neki, de hát nyilván ez nem fel, mert a kocsi az megmarad. Ezért mondjuk azt, hogy 1 millió 28.500 dollárba került, ez az egy akció. Miközben mennyibe került ez a rendvédelemnek? Ha, nem hallom. Nulla. Ugyanis ingyen kap fegyvert, ingyen kap lőszert, ingyenes a gyorsáv, nincsen börtön, nyilván az autó is ingyen van, kiváltás, hát nincs is ilyen, hogy kiváltás, ez a parkfelügyelet az meg úgy kerül el, ahogy van. Ami azt jelenti, hogy ez az összeg nincs meg neked, amikor belépsz a frakcióba, akkor tulajdonképpen az első lépés, hogy ezt valahogy összegyűjtsd. És hát az a kérdésem, hogy ezt a pénzt hogy fogja egy illegálos összegyűjteni. Szóval pénz nincs, tiszteletem is volt. Apropó tisztelet, Álljunk meg, álljunk meg, álljunk. Ugye, amit mondtam, az illegál karakternek a tisztelete az inkább a félelemből adódik. És hát ahhoz, hogy féljenek egy karaktertől, ahhoz annak a karakternek el kell vennie, vagy feltételeznem kell, hogy ő elvehet tőlem valamit. Mit vehet el tőlem? Hát akkor megfenyegettem a családodat. Jó, hát igazából még barátom sincsen, nem úgy családom, mert hát nyugodtan, nyugodtan, bármire, nyugodtan. Akkor megfenyítelek téged? Bazd meg, hát nyugodtan, hát előtt, tíz azért mindenki tud várni, hát nyugodtan csinálj csak. Akkor kirabollak. Az meg hát nyugodt, tehát alud, izé, adok inkább halod, adok 20 ezer, csak hagyjál magazinozni. Szóval nincs tekintéje az illegálnak, ami egy rohadt nagy probléma. Ez a második legnagyobb probléma, nyilván pénz nincs, azt elfogadtuk, ez van, viszont az, hogy tisztelet sincsen, hát ez már azért elgondolkodtató. Ezzel szemben egy rendvédelmi tag azt csinál veled, amit akar. Te hát tényleg beszólsz neki, kivisz az erdő szélére, elver. Mielőtt még azt hinnétek, hogy ez egy rossz dolog, nem. Ez egy nagyon jó dolog. Ez egy kiváló dolog, ez abszolút belefér, már hogyha olyan szereped van a szerveren. Nekem inkább az a problémám, hogy ezt egy illegál miért nem tehetné meg? Hát megteheti, hát persze, hogy megteheti, csak hogy neki nincsen bilincse, meg ő nem tud fenyíteni azzal, hogy 150 ezer dollár meg jail. Úgyhogy mindenképpen az illegálnak szüksége lenne erre a képességére, erre a, erre a szkire, amit ki lehet harcolni RP-vel is, viszont ez megint egy ilyen ingoványos talaj. Mert sok régi player mondja, akik itt vannak ezer éve, hogy úristen voltak régen, akkora, akkora karakterek voltak bandákban, te jó ég, még én is féltem, még ilyen el is féltem tőlük. mondjuk én így voltam Szanyi Ferivel, amikor először megláttam, a szar menetet vágott bennem, vagy hát így keresztbe fordult. Pedig egyébként nem egy rossz ember, és ilyen nagyon jó barátok vagyunk viszont olyan karaktert alakított, amitől megfostam konkrétan, annyira jó volt. És lehet mondani, hogy ezek a karakterek eltűntek, ami részben igaz is. Viszont nagyon sok ilyen karakter nem feltétlenül eltűnt, hanem átment az ellenkező oldalra. Tehát rendvédelmi lett. Mert úgy van vele, hogy igazából én nagyon szeretek erpézni, de mi értelme van? Tehát nem érek el vele semmit, csóróbb leszek, tiszteletet nem kapom meg, Igazából, mivel senki nem akar tégyelfelni, ezért nincsenek emberek se, és hát ez egy önmagát gerjesztő folyamat. Tehát minél több illegálos megy át rendvédelembe, annál nagyobb lesz a rendvédelem nyomása illegára, amitől még több ember megy át rendvédelembe, és így tovább. Szóval nem tudom, hogy mit hoz a b 4 Viszont az biztos, mindenképpen szükség van arra, hogy az illegálba jó pénzt lehessen keresni. Nem kell arra gondolni, hogy milliárdosok lesznek az illegálosok, nem kell. Nyilván nem lenne rossz, mint a többet kereste, mint egy szerelő, de hogyha már annyit keresne, hogy megérje bent lenni, tehát ki tudja fizetni a fegyvereket, a szereltetést, a tiketeket, hogy ne okozza neki problémát, tényleg az alap dolgokat ki tudja fizetni, akkor már elgondolkodik rajta, hogy belépjene. Illetve még fontosabb, amit korábban nem láttam át, viszont most már sokkal jobban átlátom, most, hogy civil vagyok, és, és nagyon sokat járok börtönbe, de nem admin jail-be, hanem IC jail-be, nyilván azért, mert egy ilyen karaktert alakítok, akinek szüksége van arra, a karakter szempontjából szükség van arra, hogy hát hogy ki járjon tulajdonképpen. Most látom igazán, hogy mennyire szükség van arra, hogy egy illegálnak tekintélye legyen, ugyanis én, mint civil ember, aki piti illegális karaktert alakít, egyszerűen így sem érzem, hogy félnem kéne az adott helynek a tulajától. Tehát simán oda megyek egy eldiablóba teríteni, mert nem érzem azt, hogy ebből gondok lennének a karakterem szempontjából. És hát ezt a félelmet ezt vagy úgy lehet megadni, hogy egyenlő esélye van az illegálnak, kvázi ugyanúgy 5 órára tud. Hát nem is bejélezni, mert nyilván nem fog bejélezni, mert nincsen jéje, de hogy 5 órára eltünteti azt az illetőt. Esetleg ezt összekötni a halállal, hogyha egy illegális karakter kivégez egy civilt vagy egy rendvédelmit, akkor több ideig tart a halála. Lényeg az, hogy valami olyasmi kell, amitől tekintélye lesz, anélkül nem fog semmi sem működni. Legalább annyi tekintélye, mint a rendvédelemnek. Ezt a videót mindenképpen v előtt akartam megcsinálni, mert az előbbi dolog az, hogy pénzt lehet keresni illegálban, az valószínűleg be fog jönni, ugyanis mi beküldtünk egy ilyen száz pontból álló ötletcsomagot még nagyon régen a Tomaszéknak, és biztos vagyok benne, hogy azon felül is, meg azzal együtt is nagyon sok újdonság fog bejönni, amivel lehet pénzt keresni, és lesz értelme illegába menni. Viszont ezzel a tisztelet dologgal is kell kezdeni valamit mindenféleképpen, mert pusztán az, hogy sok pénzt keresel illegálban, de egy rendőr, járőr, random oda jön hozzá, úgy beszél veled, mint a kutyával, te még vissza se szólhatsz, mert már megint több a bünti, és lecsuk, ez így nem fog működni. És érdemes ezt a videót V4 után is még egyszer megnézni, és valószínűleg V4 után is fogok csinálni erről egy videót, és mindezek tudatában még mindig van olyan legál frakciótag, aki irónia nélkül, szent meggyőződésből, akár fórumon, oldalakon keresztül azt ecseteli, hogy az illegál miért sokkal erősebb, mint a rendvédelem. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!